Az akció logisztikai központja 3 éve Pákozdon felépült raktárbázis volt, de az ország 419 más helyszínén, közöttük 15 székesfehérvári gyűjtőponttól is le lehetett adni a dobozokat. Többek között a Seregélyesi Baptista Általános Iskola idén is gyűjtötte az ajándékokat. A kezdeményezéshez csatlakozott a székesfehérvári Szent István Király Múzeum is, aki cipős doboz ajándékkal érkezett a nemrég megnyitott kőtárhoz, az ingyenesen tekinthette meg a Solium Regni, az ország trónusa című kiállítást. Az adományozási időszak december 18-án zárult le, összesen 47.240 darab ajándékcsomag érkezett. Ebben az esztendőben ismét lehetett online módon is adakozni. A baptisták által összegyűjtött cipős dobozok elsősorban magyarországi gyermekotthonokba, óvodákba, iskolákba jutottak el, de indult szállítmánya határon túli magyar lakta vidékek felé, így Kárpátaljára is. A cipős doboz ajándékok mellett decemberben közel 34 millió forint értékben 4200 darab tartós élelmiszert tartalmazó csomagot adtak át az ország különböző pontjain, és 450 rászoruló részére osztottak melegételt a fővárosban.